Köszönöm, szevasztok! Itt vagyunk egyébként Békésőváron a mozdonyparádén. Itt van velem egyébként Zoli, meg Ritlaká is. Most pont nem látszanak a videón, de itt vannak. Sziasztok! Én Kalcsi itt van, oké? Valahol Zoli is itt van, igen. Kalcsi is itt van. Annyi volt a legény történés, hogy tőlük átjöttünk kocsival ide, és akkor most itt megnézzük mindent délutánig. Kalcsi meg Zoli meg van, amikor délután visszamegy Pestre. Igen. Én meg majd csak holnap. Egyébként ez a 14. ilyen parádéztak, de... Egyébként a felhozatal az megvan. Most először vagyok itt, ilyen mozdonyparádén. És általában így minden évben is szeptember vége fele szokták megrendezni. Nekem nagyon tetszik. Csak hogy a választékot megnézzétek. Már mindent megnéztünk szinte. Ja, és a háttérben a kedvencem a 146-os csöri. Klasszik csöldő, imádom. Ja, igen, és annak a neve egyébként Bendegúz, az a művészen, igen. Egyébként van, ez is minden évben van a sínfűrészelés. És általában a nap végén sikerül elfűrészelni egy sínszálat. Magas vagyok. Szerge egy égtél, csak hogy... Ja, szia, videózott? Aha. Én is. De az, hogy nem... Nézd meg, milyen magas vagyok. Hát igen. Látszódik rá. Hát magasabb vagy, mint én, és én meg éppen... Én meg éppen... Épp, hogy elférek. Sziasztok. Igen, akkor hadd csinálják. Igen, egyébként valahol itt mászik előttem Kalcsi, és csak nem látszik a képen, de itt van. Azt a rohadt tényleg. Ott van Tritlaká, igen. Vigyázz, mert a fűz... cipőfűzömre. Ja, bocs! Mindenfele néztem, csak lefele nem. Szergelynek a versenye. Szergelyben van ám lóerő. Ja, egyébként ott parkolok. És akkor nézzük meg. Fél órával ezelőtt még jártam ott körülbelül, és még mindig forró. És itt valahol ki lehet mászni a tetejére is a Szergelynek. Ott volt az a közlokos film, amikor kimászott a felső vezeték alatt itt valami ajtón a Szergelynek. Hát jó, mikor rögetjük, akkor persze, hogy hangosabb, de ha alapjállatban megy, nem jön. De nem semmi az emotorja van neki. Ez az igazi orosz technika. Ez a Szergely gépterem. Hát nézzétek meg azért. Hogy elviselhető legyen. Ja, ott lehet kimászni a tetőre, igen. Szergely. Csöppet. És kisség... Ez az igazi orosz technika. Kisség magas vagyok én. Ja, és ott a vezetőfülke. Ezt megnézzük. Szergelynek a vezetőfülkéje, vezetőszék, és ez már nem ott Szergelyben, már nem a moszkvics kormány van. Ilyen a kilátás a Szergelyből. Ott az MFB, ott a telokóra. Beülsz, cseréljünk el? Egy pillanat. Jó. Tehát visszajelző. Ide is be tudsz ülni. Egyébként néz ki a... Itt néz ki a Szergely. Felülről. 231-es Szergely. 100-zal tud menni, akár csak a nohav.
Jön egy utas tér. És jó a kilátás a színére. Aztán a marzsolán lesz. Igazából nincs benne túl nagy extraság, mert egy akkori technika. De legalább a mai napig megbízható. Ezek mennek még a mai napig, és nagyon jó kis mozdonyok. Jó. Előttünk meg a 298-as szín. A 326-os Dacia itt mellettünk. Dacia is, ilyen, meg az Interpici van mellettünk. Mert mellette hagyományos BZ. Úgyhogy ennyi lenne innen, vagy még folyt köz. Még rá lehet látni a fűtőházad is. Hát az szólnak egy kihúzóban nincs. Fűtőháza is arra. Terét is a M41-es kördőnek, ugye az klasszik Csöri géptér. 146-os Csöri. És atya világ, jó, hogy az elején még sötét van, de atya úristen, milyen nagy motor, nézi meg. Azért a Ganz is tudottál régebben, nem, nem csak az oda szok a Szergernél, az itt is meg... Itt is, szép nagy kazán. És még ez is langyos. Nyúlával ezelőtt ez még járt. Szép nagy kazán fűtője van. Hát ez egy klasszik felújítás előtt, és ebben még a Pilsztik motor van. Igen, ez még klasszik motor, és felújították, mint látszik a motorja, ez ilyen újabb változat. A festékről ítélve, ugye? Hát igen, még festékszagú. Eléggé festékszagú. Közben valahol még egy csörit hallok, ha jól van. Én is hallom. A szegedi vonat. Lehet, ez hogy gázolajszag. Uh-huh. Szerintem ez gázolajszag. Ez az. No, itt szemben van. Ott megy a csöri. Igen, ott. A Pilsztik motor duduzsolását, azt meg lehet hallani. Igen, kicsit koszos az ablak. Na, igazából ennyi a motor. De jó hallani a Pilsztik motort. Hát, véletlen ez a kedvenc. Előkapta a nevét egyébként a csörgét a Pilsztik motor hangjáról. Ez a kedvenc, mi a kedvenc mozdonyom. Ennyi. Igen, ez a fejem volt. Úgyhogy ennyi. És itt a vége. Igen, hát ennyi, igen. Ennyi. Itt már sötét van. Úgyhogy majd folyt kell, ha valamelyik másik mozdonyval. Hát majd itt kimászunk valahogy, aki tudunk. Látom, hogy nem itt, ha telt ház lenne. Akkor majd itt kimegyünk. 326-os Dacia, és nyitva a motorot, hogy oda lehet nézni. A 146-os csörgő van még itt, meg a 410-es Interpici. Mögött a vézé. Meg az óvodást raksz. Csörgőt meg a szépen mutattam, meg a Szergelynél. És ott van a Szergely. És nagy a szél. És meg mögött a nosztalgia szerelvény. A két pulpos, meg a... Meg hoztak egy pullman kocsit is. Meg egy standardet, meg az Orfeumot. Ott arrafele van még egy hagyományos BZ. 347-es. Mögötte az AB-mot. Azt még érdemes megnézni majd. Vésztői AB-mot, ugye ez a vésztői fűtőházhoz tartozott, és nagyon sokáig ott is volt. Csak amikor bezárták a fűtőházat Vésztőn, akkor került át Csabára. És egyébként ez 2003-ban, meg még a BZ-vész idején, ez az AB-mot az még közlekedett, mert BZ kiváltással. Ez a BC-mot? AB-mot. Meg ott is van rajta a felirat, hogy Vésztő. Ez egyébként volt, amikor az átvízi helyzet miatt is ők is közlekedett BZ-k helyett. És egyébként az a érdekesség ennek az AB-motnak, hogy a BZ-pótkocsit el tudta vontatni. Alkalmasra tették rá, és elvontotta a BZ-pótkocsit, amikor szükség volt rá. Mert 2002 környékén volt a BZ-vész, és akkor még üzemszerűen ez közlekedett Vésztőre végésebb között a BZ-k helyett. Ilyen akkor ilyen BZ-pótló jelleggel. Ja, mögött van egy MNV-s magánvas. Úgyhogy egy ilyen ennyi. Mögötte pedig. Meg itt van mellettem a Dedo. Ja, az óvodalok. Nézzük meg belülről az AB-motot. Jöttünk közben az AB-motra. Látjátok, 60-nal tud menni, és itt ennyi volt a vezetőfülke. Az az utas tért, hogy éppen csak el volt választva, de az utasok is itt szálltak föl. 1934-ben és... a Gonsz gyártó
Ez ilyen 30-as évek közepén gazmával állt anyát a szerelmény volt. Itt van a lépcső, ja. 1986-ban ez még Munai Békés között közlekednek ilyenek menetrend szerint. Hát, ez itt a netyó. Benézünk a netyóba is, hogy minimalista design, de van. És egyébként a belső rendezése is azért érdekes, mert ezzel még feküdni is lehet, tehát itt még ágy is van, meg minden, tehát ágy és párnákkal, tehát ilyen manasság már egyik motorkocsiba sincs. És egyébként itt van a dízelmotor is, tehát gyakorlatilag itt ennyi az egész, hogy csak egy palamánfal választja el az utastértől a dízelmotort. Ugye a BZ motorban már a jármű aljára tették a motort, itt nem. És itt látszik még szintén a gépészeti berendezései. És itt van az utastérnek a többi része. A vasszalának nincsen ott, mert kártyázó osztal. Tanítom, meg kedveskedni, végig fogni az olaszszalon. És ott látszik az oldalok is. Sokkal jobban fog a krétam. És ez a második vezetőfülke, hogy ezt is két irányból lehetett vezetni. És szeret súlyba járni? Nem. Nincs izgalom, nincs a növekös. Műszerfal az ennyi. De mivel az utasok is itt szálltak fel a vezetőfülkén keresztül még. A WC papír nem széria tartozék a mozdonyban. Itt van maga a motor, csak hogy ezt is meg tudja mutatni. Jaj, igen, kisköcsök, nem akartam így mondani, mert vannak gyerekek. Szokásos hajtány. Megvan, és az asztalgiának a két púposa. Csak hogy van felhozatal megint. Ez a Fischer felújított 209-es púposa a Noszinak. És ott megy a hajtány. Ez pedig a Heineken púpos. Ez a régi. Akkor nézzük meg a... Ez az igazi Heineken púpos. Nem sikerült rendesen letakarni a vörös csillagot azzal a fehér izével. Mert az ott van a vörös csillag, csak miatt idehozták, letakarták valószínűleg, és nem sikerült jól. Az igazi Heineken dizájnos púpos. Mutatod nektek egy, hogy hogyan készült fotót, és amikor triplakán fölmászik a púposra. Csak mindjárt le fogom fotózni, mert a másik kezemben itt van a fényképezője. Csak mivel harmadik kezemben nem tudom az exponáló gombot megnyomni, ezért most leteszem a kamerát. Ez az MNV-nek az egyik bobója. Név szerint 449-029-es. Ezt még nem láttuk itt. Meg ott van még egy MNV-s gép, az már villany. Bobó vezetőfülke. És itt még... És ott megy a hajtány. Ez egy tolató mozdulnak, itt még követelményes az ilyesmi. És hát itt a hajtány. A hajtány az megold. Jó, egy ilyen néha jól jön, amikor ezért bezárt vonalakon megyek, ugye a hajtány. Ezzel gyorsabban be lehet járni bezárt vonalakat. Úgyhogy ez ennyi. Ja, hát igen, próbáljuk ki, hogy Bobónak az elejét is megmutatni. Jó. Itt vagyunk rá. Rajta. Ezen a lépcsőn kell lemenni. Ja. Na most egy fotót. És tripla K fotóz. Ja. Nem baj az. Mellettünk meg itt az Orfeum kocsi. Aki sokat utazik, nosztalgiával ismerős. Hát az most nem fog. MNV Transmontal. Ez az MNV Transmontal. Jó. Jó kilátás idők a másik MNV-re. Ritkaság így ilyenben. Jó, van kívül. Eva, menjél már! Azt mondod, hogy föl!
Megkapom gyorsan. Neked jobban, mint ez a felmászás. Na itt egy Laxi Maxi, és így néz ki a vízelfal. Inna a 12-es Ovi Taxnak a... Ja, igen, ez az Ovilok. Igen. És hát így néz ki. Ugye a fékezőállás ugyanúgy jobb oldalt, tablettartól menetrendes. Középen az elektronikai részleg, ahol mutatják a dolgokat. Na, akkor megvédem a vezetőfülkébe. Tony a vezetője. Sziasztok! Na, mindenki videózik? Ott egy Zoli, ott meg egy között. Kalcsi. Itt lakál. Na hát akkor a Zovilog Traxnak a géptere. Bár még minden Trax géptere ilyen. Én még nem láttam egyet. Na, high-tech. Hát ez már ezért, high-tech ez már. Ez már ültektika egyik másikhoz képest, ami itt van. Szép kis elektronikája van. Van itt minden. Ez már olyan, mint egy hűtőkamra, vagy egy ezért. Van itt minden, igen, az az. Bombarinde, itt van bombarinde. Hát a bombi gyártotta, hát az a reklámjuk az ott van. Hát ez meg a rengeteg benyúlsz kinyúlsz szekrény. Inkább ilyen 21. századi elektronikák vannak benne. Nagy feszültség. Igen, ez a benyúlsz kinyúlsz. Úgyhogy ez ilyen. Itt vannak a biztosítékok, igen, itt vannak a biztosítékok. Ott meg van egy konnektor. Ott meg gondolom egy fűtőkány van. Az meg egy 21. századi sepri. Ott a sarokban. Ja. A már felkészült a térre. Ja, igen. Csak általában hóra nem számítanak. Ez is a szembejövő forgalom is van. Szerintem nem fér be. Hát nem. Gyere és visszatértünk ide, ez a másik végébe. De jó kilátást nyílik a 116-os csövére. Ali az bendegúz. Ez az alsó, ebben meg be kell jelentkezni szolgálatot. Számotok a sajátot, és akkor ők tudják, hogy én ezzel a mozdulat teljesítettem szolgálatot. És ugye ide egy csomó rengeteg... Ez még a második vezetőfülke. Belefújja a szél ezt a szart a képbe. Gigantos teher hátulról. Thank you.
mindig. Na, most már megállni. Ha nem kap kiállatot, akkor megnézzük még, mennyi van hátra belőle. Jó hosszú kannás van ott. Menjünk! Húsinak a vezető fülkéje. 2004-es, de amúgy most újították fel tavaly vagy idén. Lélekben még ez is metró. Igen, ez is metró. Metróvagonás, igen. Ő is ilyen a fülkéje. Ez a 35-ös Putyin, vagy a jobban is pedig Húsgyi. Most már Blusgyi, igen, ez a felújított, egy kék színű. Ez most még inkább a Blusgyi. A kék pedig drágítja. Ja, igen, a kék szín meg tovább drágítja, pontosan. Vagy kék, vagy semmilyen. Úgyhogy ezen a 35-ös. Igen, akkor ez a 35-ös. És még csak fotóztam eddig az Blusgyit, meg ültem vele, de utazni, nem utaztam vele, úgyhogy még csak egy rövid úton, és nem most utazni is tudok vele. Ja, még én sem utaztam vele. Ezzel fogunk bemenni a fűtőházba. Igen, most fogunk indulni, nem sokkal. Ja, egyébként igen, azért Zoli is itt videózik előttem. Megnézzük a fűtőházat, még aztán ennyi a nap. Benne leszünk egymás videójában körülbelül. Ja. Szerintem. És egyébként ilyen csak az úcsikon van, és ez nagyon jelzes vonatokon, hogy a dobozos sört az ide lehet tenni. Ez pont alá van kitalálva, ez a műjedés ezeket az asztalkákon, hogy pont belefér és megáll benne a dobozos sört. Más, ha nem jó, de arra tökéletesen. Lassan vége a mozdony parádénak, majd a mozdonyok éppen mellettem készülnek a levonulásra. Mindjárt mutatom azt is. Igen, szóval még az utolsó Putyin az most az utolsó vendégek a fűtőházba. Ez lesz az utolsó fűtőházi látogatós járat, és itt már állok a sor, elindul a kitolással. És legbelül van a nosztalgiának a szerelmény, az 16:50-kor fog kimenni, tehát addig szabaddá kell tenni az utat. A hatásvezető már ott van hátul, de ugye hamarosan elkezdik ezt a sort kitolni. És szerintem valószínűleg ezzel a mai nap az be is lesz fejezni, még a nyílt vonalon meg fogom fotózni a nosztalgia menetet, és akkor ezzel gyakorlatilag itt a mozdony parádé véget is ért. Legalábbis itt a békésebben zajlik, hát közben már szállnak fel a mozdonyra a vezérek, hogy hamarosan indulnak kifelé. Úgyhogy, akkor köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Sziasztok, tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni. Lehet kommentet írni, stb. És írjatok is. És közben indul a Szergei, úgyhogy sziasztok!